Az autósoknak nincs tendője a rendszámokat érintő változásokkal kapcsolatban, ez mindössze annyit jelent számukra, hogy a soron következő műszaki vizsga alkalmával a közlekedési hatóság szakemberei eltávolítják a korábban felragasztott jelzéseket, majd adatbázisba gyűjtik az autó megfelelőségi tulajdonságait. Ez a törvénymódosításnak az eredménye, ez a ügyfelek számára egy bürokrácia csökkentéssel kapcsolatos intézkedés volt. Sokkal egyszerűbbé válik az ügyfelek részére is az ügyintézés, a járművek üzemeltetése, hogy esetlegesen ezek a plakettek egy címkéig megsérülnek, a jövőben ezeknek a pótlása nem lesz szükséges. Közlekedési hatósága a műszaki vizsgát követően a jármű érvényességét adatbázisban kezeli, ezek az adatbázisok jármű nyilvántartásban hozzáférhetőek. A járművek érvényességét és környezetvédelmi adatait így az ellenőrző hatóságok és a rendőrség végzi. A közlekedési szabályokat megszegők kiszűrése mellett ebben is segítségükről lesznek az újfajta közúti kamerák. Ez a rendszer mindent lát, smogdiadú esetén is. Az autót ilyenkor jogszerűtlenül használóknak a kamerák adatai alapján érkezik csekk a bírságról. Sepej Tamás televíziónak elmondta, a jogosítvány megszerzésével kapcsolatos elméleti vizsgában várható még változás a közeljövőben. Az a fajta fejlesztés, amely a számítógépes elméleti vizsgán mozgóképeket e, e, produkálná a vizsga körülmények között, nem készült teljes mértékben, illetve a Nemzeti Közlekedési Hatóság ennek a bevezetését a későbbi időpontra halasztotta el. A közlekedési hatóság 2016-ban várhatóan bevezeti az illetékmentes első jogosítvány kiadását is. Valamint a tervek szerint a sikertelenül vizsgázók hazavihetik majd a hibáikat jegyző dokumentumot, ezzel lehetőséget kapva az ismétlésre és a hibák javítására.